pánikszerű eladásokat láthattunk tegnap a tőzsdéken szerte a világon, miután elterjedt az a pletyka, hogy Németországot leminősíthetik. Ez a bizonyos leminősítés ugyan meg is érkezett, de ez nem a három legnagyobb hitelminősítőtől, hanem egy jóval kisebb szereplőtől érkezett, akit amúgy kevésbé figyelnek a piacon. Ez a hitelminősítő volt amúgy az, amelyik Amerikát is először leminősítette, és tegnap Németországtól is megvonta az A+-os adósbesorolást, így szimpla A lett a minősítése az országnak. Ezt azzal indokolta a cég, hogy Angela Merkel német kancellárt leszavazhatja Európa az euró kötvény kibocsátás kapcsán, így Németország egyre nagyobb felelősséget kell majd vállaljon az euróvezeti országok államadóságáért. A Moody's azonban ma reggel sietve megerősítette Németország legjobb 3A-s adósbesorolását, melyet azzal indokolt, hogy Németország gazdasága megfelelően versenyképes, és eddig is nagyon kedvező folyamatokat mutatott a makroköltségvetése kézben tartásáért. A tegnapi eséseket tehát korrigálhatják ma a piacok, hiszen ezek a pánikszerű eladások egy viszonylag megalapozatlan pletykára alapultak.